A kiskörösi NKSZ-esek gárdái már javában megkezdték a felkészülést a 2023-2024-es bajnoki szezonra. Az egyesület az idei évben 6 edző irányításával, 7 utánpótlás, valamint egy felnőtt csapattal várja a bajnoki rajtot. U9-es lesz a legkisebb korosztályunk, az U9-es korosztály Kromholc János fogja vinni, az U10-es korosztályt László Zsolt fogja vinni, az U11-et én fogom továbbra is vinni, az U12-t Fenyvesi Éva, U13-as csapatot Dózsa Tamás, és nem lesz most külön U15-ös csapatunk, hanem serdülőbe fogjuk indítani a kislányokat, és Fenyvesi Éva lesz az edzőjük, az ifjúsági csapatot pedig Cérna János fogja edzeni. A nagy csapatnál pedig továbbra is marad Cérna János, édesapám az edző. A csapatok heti több alkalommal, korosztálynak megfelelően több helyszínen készülnek a szeptemberben induló bajnokságra. Maradunk a sportcsarnokban, alapesetben a nagyobbakkal, a kisebbekkel a BEM-iskolában is tervezünk edzéseket, illetve szeretnénk az idei évben most már a Petőfi Általános Iskolában is bejutni és néhány edzést tartani. Az egyesület az utánpótlás korú csapatokban továbbra is közel 100 játékossal készül a bajnokságra. A felnőtt játékos keretben pedig számos változás történt. A kecskeméti rutinos idősebb játékosok most abba hagyták a játékot. Ez sérülés miatt is, illetve a családi rendezvényekkel nem tudták összeegyeztetni már. Illetve Kollár Csenge, aki szintén már azért oszlopos tagja volt ugye a felnőtt csapatnak, sajnos ő is ugye térszalag sérülés szenvedett, tehát ő sem tud most rendelkezésünkre állni. Markó Cérna Bianca elmondta, hogy az idei szezonban főként az utánpótlás nevelésre fókuszálnak, hogy a későbbiekben a magasabb korosztályokban is megállják a helyüket a fiatal játékosok.